Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásomat a Chaos törpökkel, azon belül Astragot Ironhand-del, és itt maradt abba, ugye, hogy megtámadtam ezt a Skaven város, mert ugye van bent egy sereg, és szeretném legyőzni ugye a sereget, mivel nem akarom azt például, hogy ugye jöjjön még egy sereg, és utána pedig ugye két sereggel támadjanak meg. Oké, amúgy egy ilyen átkelős csata lesz, ami egész király. Amennyiből lehet ugye legyőzném az ellenséges seregeket, még ugye egyedül vannak, és nem kettő vagy három egymás mellett. Mondjuk ezek a Skavenek nem hiszem, hogy felvonultatnak több sereget, mivel ugye egy ilyen nem játszható frakció, szóval ők azért épp annyira nem erősek. A nem játszható frakciók azok egy kicsit úgymond gyengébbek, mint ugye a játszható frakciók. Oké, amúgy van a Regiment of Renown Blunderbuss, ami ugye nagyon jó lesz az ellenséges Lord ellen. Oké, a Lorddal pedig rámegyek az ellenséges tűzérségre, és tűzlabdával szerintem el tudom intézni. Oké, valamiért ugye... Én úgy emlékeztem, hogy Warhammer 3-ban kiavították ezt ugye, hogy az AI célba vegye tűzérséggel a hős például, vagy a Lordot. De hogy elnézem... mégsem. Megpróbálok kilőni néhány katapultot. Vagy inkább egy Flamestorm. Oké, az a Flamestorm egy kicsit, mondjuk több mint 100 ölés, szóval igazából épp annyira rossz nem volt. Ja, az például jó volt. Ott több száz kéven egyszerre veszett oda. Oké, amúgy az ellenség támad. Az ellenséges Lord az ugye elintézni az én Lordomat könnyedén. Mert ugye az én Lordom úgymond nem rossz közelharcban, de azért mégiscsak egy varázsló Lord úgymond, nem közelharci. Granite Guard. Egész jó ez a Blunderbuss, csak annyi az egész, hogy egyelőre nem tudom őket fenntartani, mivel drága, ugye, hogy legyen egy fullos Blunderbuss seregem, meg ilyenek, egyelőre nincs rá lehetőségem. Moving fast! Hot Cobbler Akaza!
Oké, ugye a Goblin Labor az az... Amire le van képezve, azt csinálja, úgymond. Golyófogó. Oké, az ellenséges Lordnak annyi. Oké, ezt az egységet lehet elveszítem, bár hatan megmaradtak, szóval talán mégsem. Nem, már a hobgobó alul marad a paritjással szemben, az gáz. Valamiért itt nem nagyon lőnek, vagy nem tudom mi van, nem nagyon tudják lőni a izét. Annyi az egész, ugye ez a gond úgymond a lőfegyveres egységekkel, hogy ha egy kicsit, van egy kis domb, vagy akármi, akkor már nem tudnak lőni. És igazából a Warhammerben megfigyeltem, hogy általában mindig olyanok a csataterek, ugye, hogy van egy kis domb, van egy kicsit nagyobb domb, kicsit kisebb domb, fák vannak, sziklák vannak, ugye szándékosan így vannak megcsinálva a csataterek. Így sok esetben ugye a lőfegyveres egységek nem tudnak olyan jól teljesíteni, mert mindig van valami kicsi dolog, ami blokkolni tudja őket. Oké, bár az ellenség feladja. Oké, egész jó volt mondjuk. Lényeg, hogy győztünk. Oké, lehet elveszítettem két egységet, ám bár ez nem 100%. Nem. Mázli. Elég nagy mázli. Oké, ez a Lord pedig már 20-as szintű lett. Kéne ugye az Arcane Conduit. Meg is van. Rendben. Arra gondoltam, hogy ide kéne építenem egy ilyet, és leképzek ide egy lordot. A selfish az valójában jó. Némi extra bevétel, ugye? Igazából az mindig jól jön. Oké. Ezt majd el kell foglaljam. Plusz arra gondoltam ugye, hogy most már rá kéne álljak egy kicsit a gazdaság fejlesztésére, egy kicsit jobban. Plusz még több befolyásra van szükség. Várjunk, nem vagyunk 100%-on, az azt jelenti, hogy... Innen átküldök 200-at, várjunk, innen 200-at ide, és így most már 100%-on vagyunk. Talán ezt megépítem. Kemény 3D3 maradt a kincstárban. Hát az gáz, de oké. Okay. Azon gondolkodom, hogy tudnám megcsinálni azt, hogy a Legion of Asgore és a Warhorse of Zar, ugye, ez a két frakció maradjon meg, hogy tudjam farmolni a tréteket, de valahogy úgy, hogy két kisvárosuk maradjon, és amennyiből lehet a kettő egymás mellett legyen. Az lenne a legeslegkirályabb. Success? Akkor várjuk, lesebesült? Fenébe. Na mindegy. Rath
Az itt igazából a kérdés. Oké, itt még van egy terület, méghozzá... Ez egy outpost. Ként van ugye elfoglalva. De ez egy saját... ez csak egy provincia egyetlen területtel. Itt ha minden igaz, vampírok voltak. Vampírok kezdenek ott. Várjunk. Vampírok kezdenek itt. Nem izé kezd itt? Helmand Gorst. És legyőzték? Ha, azért az durva. Makazia Faumansi! Durungan! Elveszítenék néhány egységet. Ám bár ha lejátszom a csatát, szerintem simán lenyomjuk őket. Plusz arra gondoltam, hogy ebben a részben le kéne játszam. Amennyiből lehet, megpróbálom ugye lejátszani ebben a részben mind a két legendás csatáját, ugye Astragot Ironhandnek. Mivel... most már ugye elég erős hozzá, és... amúgy is meg kell ugye csináljam a csatákat, meg kell nyerjem. Hogy úgymond... megkapjam ugye a győzelmi feltételt, hogy igazából mi az. Ha jól tudom, akkor valami relikeket kell megszerezni. Oké, irány... Irány ide! Oké, ugye az Arcane Conduit az most már aktiválódva van, és plusz 40% izét ad mágia újra töltődést, ami ugye azt jelenti, hogy nem 9 másodpercenként kapok egy mágiát, hanem ugye 7 másodpercenként. Ami ugye nem nagy különbség, de számít. Oké, igazából tűzlabdát kéne használjak, és egy tűzlabda egy trollt jelent. Ami valójában egész jó. Egy tűzlabda mondjuk 5 mágia pontba kerül. Igen. Ahogy elnézem, mindig annyi, azt jelenti, hogy egy legalább meghal. És egész gyakran lehet használni. Várjuk, az aztán mellé ment. Oké, az a Flamestorm egy kicsit... milyen szépen ki tudja kerülni az AI bakker. De jó, mondjuk most egy kicsit belesétál. Oké, az... elég szépen kikerült, de utána meg valamiért csak belesétált. Pedig egész jó kezdődött. Oké, az jó volt.
Nagyon jó amúgy ez a tüzérségi támadás ugye képesség, csak annyi az egész, hogy csak akkor hatékony úgymond, hogyha ugye az egységek le vannak foglalva. Hogyha nincsenek lefoglalva az egységek, az éjjel ugye egyből kikerüli. Igazából én nem nagyon szerettem a játékban azt, hogy mutatja, hogy hova fog például menni a tüzérségi lövés, vagy mágia hol fog megjelenni. Igazából nekem nem tetszik. Kicsit hülyeségnek tartom, mert főleg ugye az AI az sokkal könnyebben ki tudja kerülni, mint a játékos. Az AI-nak sokkal könnyebb kikerülni. Én igazából már a kezdetekben nem szerettem, hogy mutatja, hogy hol fog például megjelenni ugye a Flamestorm, vagy a tüzérség hova fog menni. Nekem egyáltalán nem tetszik. Igazából nem kéne mutassa. Egyszerűen varázsolsz és... Meg ugye jön a tüzérség, de az, hogy rendesen mutatja, hogy hol fog megjelenni, az egyáltalán nem jó ötlet szerintem. Aki az egész jó volt. Igazából bevethettem volna ezt a lordot is, hogy szerezzen némi XP-t, na de most már mindegy. Oké, ennek a lordnak képzek néhány íjászt, és ezt kell ugye fejlesszem. Itt van egy ilyen épület, hogy Infernal Barracks, ugye? Ami azt jelenti, hogy igazából ez egy landmark épület, ugye? És azt mondja, hogy mindenhol tudom képez az Infernal Castellánokat. Plusz két szint ugye nekik, és 10%-kal olcsóbb az Infernal Guard egység. De én igazából úgy tudom, hogy ezek az épületek bugosak. Szóval, hogyha én meg is építem, vagy csak én nem értem, hogy hogyan működik igazából, de ha meg is építem ezt az épületet, valójában nem fogom tudni képezni az Infernal Castellán hősöket mindenhol. Szóval hiába építem meg igazából, csak akkor használna, hogyha lenne ugye Infernal Guard egységem. De egész addig még nincs, igazából addig nem ad semmit. És ugyanez a helyzet ezzel a landmarkkal is, az Uszkulák landmark, ugye, ami a kentaurokat adja. Igazából csökkenti a fenntartást és ad két városi őrt, de nem tudom képezni mindenhol az egységeket. Pedig ugye azt írja, hogy ugye feloldja a hős képzését, ugye Bull Kentaur, Taurux minden provinciában. Az azt jelenti, hogy kéne tudjam képezni a hőst, ugye a Kentaur hőst minden provinciában, anélkül, hogy építek ilyen épületet. Ami ugye adja az izét, a Bull Kentaur. Mert például, hogyha ezt az épületet megépítem egy provinciában, akkor tudok képezni Kentaur hőst. Ha ezt megépítem, akkor nem tudok képezni Kentaur hőst. Kicsit rossz, de ez ilyen. Jelenleg, de szerintem ki fogják javítani. Sőt, biztos vagyok benne. Csak annyi az egész, hogy most, mikor én játszom, ugye nem... egyelőre nem működik. Rendben. Nekem kéne foglalni néhány széket. Igazából ez jól jönne. A nyerek egy csatát, 15% lépési pontot kapok. Oké, kéne még több befolyást szerezzek. Minél több befolyásra van szükségem. Ó, felfedeztem néhány új frakciót. Azért az durva, hogy még kereskedtek is volna velem, hogyha belépek a háborúba népek ellen. Sőt, még fizettek is volna. De ugye nem kereskedünk senkivel. Várjunk, én arra gondoltam, hogy ezt megépítem. Mert kéne képezzek még ugye... Kentaur hősöket, mivel a Kentaur hős az nagyon jó. Nem tudom amúgy melyik a jobb, de ha tippelnem kéne, szerintem a Gorbul az még mindig jobb.
Madrazu! Asumor Angas Lock! Oké, okay, nekem ugye van egy küldetésem, hogy foglaljam el azt a helyet. Haskala unni! Gormleth! Awamrag! Ekwazak! Képzek még néhány íjaszt. Doomskulki! És megépítem ezt. Igazából kéne gyűjtsek most már ugye nyersanyagot, hogy a fővárost 5-ös szintre építsem, és ugyanúgy ezt is 5-ös szintre. Négyes szintre tudom elfoglalni, az jó. Csak előbb kifosztom. Hát, hogy őszinte legyek, más frakciónak is kéne ilyen képesség, ugye, hogy... Hogy ugye, hogyha elfoglalsz egy területet, akkor van esélyed rá, hogy jelenleg ugye befolyást elhasználva, egyből négyes szinten kapom meg. Lehet kellett volna még várjak, hogy legyen több befolyásom és egyből 5-ös szintre felnyomni a várost. Bár igazából oké a 4-es szint is, sőt. Nagyon jó. Oké, a következő körben ugye újra töltődik Astragoth Ironhandnek a serege. És... utána... elkezdem lejátszani ugye a két csatáját. Arra gondoltam először ugye eztet, utána pedig eztet. Vagy előbb eztet. Ja, előbb eztet, utána másikat. Oké, okay, a másik pedig, hogy ráállok ezekre a technológiákra. Income from refinery buildings. Várjunk, igazából ez kéne előbb, csak nincs meg rá az 1000 nyersanyag, de a következő körben meg lesz. Most már ugye nagyon... nagyon rá kéne álljak ugye izére. A gazdasági technológiákra. Oké, okay, amúgy Zatának van néhány elitebb egysége. Ó, az kemény, azt is lesebesítette, az igen. Oké, okay, a Keté provinciák vagy frakciók még igazából életben vannak, és felfedeztem Kislevet, na az gáz mondjuk. Igazából elveszítem a gobókat, már nem számít. Kéne még egy... igazából ez legyen factory. Ez nem kell, ez nem kell. Grunnaz una gorma nuncu. Abdarnu grutasa nuncu. És igazából a Regiment of... Regiment of Renown sem kell. Egyelőre. És kéne is építsem ugye... 3-as szintre. Na jó, akkor kezdjük ugye ezzel a csatával. Ó, várjunk. Zulahua.
Meg kell szerezzem ugye Hasutnak a fekete kalapácsát. Watak spinja nakrun, kasa pastar gad balok. Una ba leki narazan renusta frontis konvar. Agad artu gad grunsen, hap tanak. Orki Proxius, iska apal ta suvar, ta durazan minpasan. Da comba catahook, ta zorna hurki andat aragun, una vittrazan barungi. Na várjunk, itt egy kicsit nagyon halk volt, pedig, hát én nem tudom, de a hangerő, ja, hát 75%-on van, a master pedig 65-ön volt, tegyük 70-re, akkor nem tudom, valamiért ugye nagyon halk volt. Astragot Iron Hand. Oké, minden igaz, ugye innen jön, itt van ugye az első rajtaütés, innen jön a második, jobbról balról, harmadik, negyedik. Oké, okay, az egyikkel ugye végeztünk is. Ugye mihez legyőztem úgymond az egységeket, akkor a mozdony ugye egyből megindul. Ami a sinek mellett megy, nem hiszem, hogy ez bugos legyen, hanem szerintem így akarták, így csinálták meg, hogy úgymond a sinek mellett menjen. Mivel... Na jó, mondjuk nem tudom, hogy miért, de igazából nem úgy néz ki, hogy a sineken kéne menjen. Valahogy nem úgy néz ki. Az jó volt. Grindem!
Grund! Oké, okay, amúgy igazából kéne is menni előre az íjászokkal, hogy ne az izé érjen oda előbb a... Mi az már? A mozdony, hanem mi érjünk előbb oda. Egyen mi es megtörik az utolsó egység, akkor egyből megindul a vonatunk. Aki az ellenséges lordnak annyi. Ott van egy Stonehorn. Jönnek hátulról is. Ám bár kicsit sem meglepő, szinte gondoltam. Oké, okay, irány oda. Lassan a izének is annyi a Stonehornnak. Oké, okay, ez is megtört a Stonehorn. Rendben, íjászok ugye ide és ide. Ősök pedig előre. Oké, okay, az ellenségnek ugye van egy csomó megtörhetetlen Black Orc meg Orc Biggins. Az igen, az ellenséges lordnak vége is. Hát az gyors volt. Ó, véletlenül izét erősítettem, a Hobgoblin Cutthroat egységet. Oké, okay, a tüzes nyilvesszővel rendelkező íjászaim szétlőttek egy hőcsomót. Oké.
Oké, okay, még ugye 155 másodpercig kell nagyjából tartani ezt a helyet. Oké, okay, já nézem, az AI az ide jön csak, ugye a hősökre megy rá. Így ezeket az IA-szokat szintén állítsuk így. Hogy ők is tudjanak lőni. Oké, okay, még kb. 10 másodperc. Oké, okay, győztünk. És nagyjából mind megsemmisültek amúgy. Nagyon kevesen maradtak. Igen, nagyon-nagyon kevesen. Ha jól látom, 117-en. Na ja, valójában nem volt valami nehéz, nehéz csata. Kaptam egy csomó pénzt. Plusz ugye megkapta Astragot Iron Hand. A legendás fegyverét, ami ugye a Black Hammer of Hashut. És ami ugye nagyon jó, plusz egy közrend minden provinciában, és 15% fegyvererősség is. Az pedig egész király. Várjunk, igazából mehetnék előre. Ezt megépítem. És ezt gyors építéssel építem meg. Legyen meg ugye a 4-es szintű városi őrség, az a biztos. Ezeket itt jó lenne legyőzzem, hogy ne fosztogassanak. Hétszázba kerülne. Á, 700-at nem akarok feláldozni. Ja igen, meg persze, még mielőtt el nem felejtem. Jó, hogy észrevettem, hogy mivel ugye lejátszottam a csatát és megnyertem, így szövetségesem lett ugye a Servants of the Conclave. Így megint hadat kell üzenjek nekik. Á, na mindegy, igazából nem lényeg. Nekem valami más lord kell. Oké, okay, van egy sejtésem, hogy meg akarják támadni ezt itt. A Black Fortress-t. Rá,
Kubeluta Angron. Oké, ugye van? 29 befolyás kapok körönként, ami egész király. Ha ez a képesség, vagy ezt a széket elfoglalnám, akkor tudnék megidézni ugye csatákban egy Kadai Fireborn-t, ami szintén király lenne. Vagy ugye itt van ez, plusz egy Bombardment. Az is jó. Vagy ugye ez, ugye, hogy kapok plusz egy kapacitást minden négy kör után. Vagy minden negyedik körben. Egy random közelharci és egy random távolsági egységre, ugye extra kapacitás, az valójában király. Ez valójában még nagyon jó, ugye gyorsabb építkezés egy körrel. Csak annyi az egész, én inkább jelenleg a befolyásomat, azt inkább ugye arra szeretném elhasználni, hogy mikor elfoglalok egy provincia fővárost, akkor azt egyből 4-es vagy 5-ös szintre fejlesztem. Szerintem jobb lett volna lejátszani. Elég nagy lett a veszteség. Oh, hello. Kazador Dragonslayer. Nem. Nekem kell ez a technológia. Na jó, lásd, arra gondoltam, hogy lejátszom akkor ezt a csatát is. Ja, Decisive Victory, ez valójában jóval könnyebb csata. Itt ugye még van egy gyengébb szövetségesem is. Le kell győzni a Karazakaraki expedíciót. És előre. Egyből rá kell menjek a tüzérségre. The Groms Boys. Kaptak némi erősítést is. Általában mondjuk mindig így van megcsinálva a csata, ugye, hogy mindig van valami extra erősítésük. Van helikopáter is, király. Thank you.
Ha minden igaz, ebből az oldalból is jön majd egy erősítés. Oké, az egységek igazából forduljanak is meg. Ja, pont most jön. Van egy gyrobomber. Igen. Le is dobott néhány bombát. Hello, ijászok! Le kéne szedni. Oké, igazából army loss az. Ja, egész jó volt. Amúgy le is szedték az izét a gyrobombert. Ugye, a törpök ugye mindig azon vannak, hogy minél jobb és minél biztonságosabb technológiájuk legyen, vagy ugye cuccaik legyenek. És jönnek a goblin íjászok és leszedik egy nyilvesszővel. Azért az vicces. Igaz, nem akármilyen nyilvessző, hanem tüzes nyilvessző. Azért az nem mindegy. Captured in battle. The Western kin are slaughtered one by one and offered as sacrifice to Hashut, the father of darkness. The great bull god is pleased with the savage offerings and reveals the locations of 8 dwarfen relics. Okay, so ugye az expedíciót legyőztük és feláldoztuk ugye a törpöket, és Hashutnak ugye ez tetszett. És ugye felfedte előttünk a 8 törp reliket. Igen, ugye várjuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Szóval van ugye 5 ilyen kicsi relik, és van 3 nagy. Én arra gondoltam ugye, hogy meg fogom szerezni a 3 nagyot, meg ugye egyet kell, ha minden igaz. Na jó, és várjunk, milyen bónuszokat adnak? Például ugye az egyik ad... kapok majd egy páncélt, ugye az Ever Burning Helmet of Grungni, unique. Plusz 5 melejátak minden seregnek, az... az nagyon jó. Az nagyon jó valójában. Azon kívül még van egy passzív képesség, az Ever Burning Light, ami... szintén 5... várjunk. Ó, nem minden seregnek, hanem minden egységnek a seregben, bocsánat. Oké, mondjuk lehet, hogy egy kicsit OP lenne, ja. Azon kívül olcsóbb tüzérség fenntartás. Plusz... hogyha ugye használtam a izét, a fúrót, akkor... valójában egész jó. Ugye... az ingyen munkásokból 15%-kal kevesebb kell, 25%-kal kevesebb nyersanyagot használnak fel az épületek, és az épületek 25%-kal olcsóbbak, ugye az építés. Az szép. És várjunk, Dwarves of the Grey Mountains will be prevented from arriving during the final battle. Wow. Szóval a törpök nem fognak jönni. Oké, okay, ez. Itt az, ez azt jelenti, hogy a démonok nem fognak jönni. Várjunk. Most az a kérdés, meg lehet szerezni mind a 3 nagyot, vagy csak egyet? Oké, okay, itt mondjuk van olyan, hogy például 5 melee defense a lordoknak és hősöknek minden seregben. Plusz 5 szinttel nagyobb szinttel képzem őket. És a karakterek 25%-kal több XP-t kapnak. Ha ezt a... várjuk, ez egy talizmán, ha megszerzem, akkor...
Egész addig még ez aktív, addig, ami ugye 24 másodpercig tart, az... A használója nem tud meghalni, az szép. Plusz 10% életerő, 10% lépési pont, 40% mágia ellenállás, Vanguard Deployment és ugye a Slayer of Chaos... Amit ugye egyszer lehet használni. Képesség. Plusz 12 melee attack, megrémíti az ellenséget, megtörhetetlen lesz a használója, és ugye 24 másodpercig nem tud meghalni. Vagy... A izék nem jönnek. Champions of the Maw, ugye az ógrék nem jönnek az utolsó csatában. Ez valójában jó. Ugye a Chaos törpöknél lehet ilyen képességet használni, ugye, hogyha például feláldozol, nem is tudom, 500 munkást, ugye ingyen munkást, akkor egyből elkészül az épület. Na például ezt ugye lehet csökkenteni 30%-kal, immunisak leszünk a korrupciókra, és plusz 3 közben minden izében, provinciában, az nagyon jó. Meg ugye megszerezhetem a Healing Salve of Valaya, ami azt jelenti, hogy újra töltődhet a sereg ellenséges, vagy bármilyen területen, ha minden igaz. Plusz 5 közrend a helyi provinciába. Kapom ugye a képességet, a Darkened Mist, amit háromszor tudok használni. És egységek ellen ugye nagyon jó. 87 és 175 sebzés között van ugye. 20 másodpercig tart. Annyi az egész, csak háromszor lehet használni. Most kapok 300 conclave befolyást, mondjuk mindegyikért. És vannak ugye az ilyen kisebb relikek is. Remek. Nem tudom pontosan, hogy mindegyiket meg lehet szerezni, vagy nem, de... Kiderül majd, hogy mennyit lehet igazából megszerezni. Ugye, vagyis arra értem, ugye, hogy mind a három nagy reliket meg lehet-e szerezni, vagy sem. De remélem, hogy igen. Mert az nagyon-nagyon király lenne. És elég OP. Rendben. Astragotnak most már kéne fejlesztem ugye a izét. A képességeit, ami erősíti a sereget. És arra gondoltam, Astragotnak ugye lesz egy fullos kentaur serege majd. Így ugye a kentaurokat kell majd erősítsem. Elveszítek egy íjászt! Fenébe. Ez komoly. Igen, ugye, és ezért fejlesztem a izét, a Crushing Charge. Igazából képezhették még egy kentaurt a seregébe. Ám bár annyi az egész, hogy nincs szükség rá. Így... igazából csak pénzkidobás lenne. Egyáltalán nincs szüksége még egy kentaur egységre. Nem szoroz egyáltalán. Hogy ott van, vagy nincs. Lehet, hogy ennek a lordnak is kéne képezzek néhány íjászt. Lehet, hogy nem ártana. Arra gondoltam ugye, hogy lassan el kéne ugye kezdjek terjeszkedni, de ugye úgy, hogy meg is tartsam ugye nem csak a provincia fővárosokat, hanem a kisvárosokat is.
Annyi az egész ugye, hogy az előősök, ahonnan a nyersanyag jön, azok a városok ugye, ott csak gobók vannak a városőrségben, kivéve ugye egy több harcos egység. Ah, oké, az el akar kapni engem. Oké, visszakaptam az egyik hőst, nagyon jó. Gromadrazul! Awanrag! Goraki! Anfa Agrimazul! Endrin Kulishkund! Waggle! Dolph! Még így is elérne. Ha felfedez, akkor elér. Az mondjuk gáz. Oké, arra gondoltam, hogy most már megtartom a nyersanyagot, mert szeretném ugye fejleszteni a főépületeket. Jó lenne mindenhol kifejleszteni ugye az ötös szintű főépületet. Oké, és Astragot Ironhand-el irány erre. És ki kell fosszam ezeket a területeket, és arra gondoltam, hogy innen kezdem majd a terjeszkedést, ugye, hogy elfoglalom ezeket a területeket, és ki is építem őket. Ide leképzek egy lordot. Mondjuk nincs olyan, ami nekem nagyon tetszene, bár ez egész jó, ugye? Nagyobb esélyt kapok. Cuccot. Oké, amúgy... Ja, van egy csomó cuccom, ezeket egybe kéne rakni, és lássuk, hogy mi jön ki belőle. Hello! Chalice of Blood and Darkness! Wow! Regenerálódás! Oké? Nem rossz. Plusz mágia körönként, plusz egy. Megkaptam egy Life Bane-t is, az is jó. Itt mínusz 5. Oké, a Giant Blade helyett legyen egy Life Bane Blade. És... Kéne ez? Oké. Van két Crown of Command, Armor of Destiny, oké, az már van neki. Nem tudom amúgy, hogy szerintem a 8% Ward Save az többet ér, mint ez az amulet, ugye plusz 5 melejáták és 15% Armor Piercing. Szerintem a 8% Ward Save az jobb. Oké, ennek a hősnek kéne izé akkor az Armor of Destiny. És egy Hand Weapon, ami szintén legyen Life Bane Blade. Meg van neki még egy Potion of Healing. A kettőt egybe rakjuk. Ez rossz. Ez nagyon rossz, na mindegy. Várjunk, van egy olyan, hogy Executioner X és Giant Blade. És lett belőle egy Executioner X. Oké, okay, van két Book of Ashur. Life Bane Blade, oké? Okay? Az jó. Dakuazta Elgram. Dimnin magas! Oké, mindaddig az a következő körben visszakapom, nem igaz, két kör is visszakapom a másik hőst is. Mennyi nyersanyagra van szükségem? 3870. Oké. Okay. Az mondjuk nem kevés.
Drásd a barátú! Anos! Tudnék képezni egy izét. Infernal Ironsworn. Ám bár egyelőre egyáltalán nem éri meg. Oké, okay, a legjobb az egészben olyan 299 befolyásom. Még szerzek 76-ot, és el tudok foglalni egy provincia fővárost 5-ös szinten. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy ezzel zárom a videót. Ja, köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!